sorjáznak a korrupció gyanús ügyek a gyurcsánypárti vezetésű Újbudán a 11. kerületben. Korábban volt itt szocialista vezetés is, akkor ingatlan Panamától volt hangos ez a kerület, most pedig Novák Előddel, a Mi Hazánk mozgalom alelnökével beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadtam. Elképesztő útjuk vannak valóban. Meghívásunkat. Kezdjük talán onnan, hogy ma egy sajtótájékoztatót fog tartani. Gondolom, hogy egy újabb üggyel fog kiállni, ami László Imréket, a DK-s vezetést jellemzi. Én annyit elárulhatunk, annyi hír kiszivárgott, hogy így mondjam, hogy prémiumok kifizetésével kapcsolatos ez az egész. Nagy kérdés, hogy azért nem telt el sok idő, amióta ők hatalomban vannak Újbudán. Vajon mire fizetnek ki prémiumokat ennyi idő után? Hát valóban van bőven korrupciós ügy a DK fővárosának, aranytojás tojótyúkjának is tekinthető Újbudán, ami egy kicsit előrevetíti, hogy mi történne akkor, hogyha kormányra kerülnének. Igyekeznek a kényes ügyeket titkosítani, volt amiért gyakorlatilag egy éve küzdök, már a közérdekű adatigénylés megtagadása miatti per kilátásba helyezésével tudtam csak feltárni, hogy például a polgármester kabinetfőnöke 8 millió forintot kapott közpénzből másfél havi munkahelyáért. Lakos Imréről van igen, szó, igen, aki igen. Annak idején Molnár Gyula, szocialista polgármester, SZDSZ-es alpolgármester. Pontosan, az SZDSZ fővárosi elnöke volt. Egy igazi politikus bűnözőről beszélhetünk, akit már ugye elítéltek az Újbuda történetének legnagyobb korrupciós ügyében, az úgynevezett Kopaszi Gét ügyben, ahogy Molnár Gyulát is másodfokon még ugye letörtendő szabadságvesztésre ítélték hűtlen kezelés miatt, de azért valahogy a politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül harmadfokon rendkívüli jogorvoslatban az MSZP korábbi alkotmánybíró jelöltje menthette föl, nyilvánvalóan elfogultan, mi már büntetőbíróként őket a kúrián. Mészár Róza, igaz? Ő igen, volt róla van szó. Ezer szálon kötődik az MSZP-hez, ezért is fordultam akkor Polt Péter legfőbb ügyészhez és Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjéhez, kérve elfogulatlan eljárás, új eljárás lefolytatását. Sajnos megtagadták azt, számomra nagyon fájó az, és egy kicsit még azt is feltételezem, hogy nem véletlenül rászignálták ki ezt az ügyet, szóval a fideszes elszámoltatásnak azért komoly mulasztásai vannak, azt gondolom, hogy az ilyen politikus bűnözők megúszhatják ezt, pedig elképesztő ügyek vannak, és hát ha kérdezte szerkesztő úr, hogy mi a legfrissebb, akkor mondhatom, az a rendszer szintű korrupció, ami egyébként ciklusokon is átível, hogy olyan prémiumokat fizetnek ki alapfeladatokért, aminek egyik megtestesülése, amihez most fértem hozzá, hogy például a Szent Kristóf szakrendelő, a főváros legnépesebb kerületének rendelő intézete ügyvezetője csak a tavalyi évben 39 millió forintot vett föl, miközben hivatalosan elvileg csak 750 ezer forint lenne a vezetői tisztességes fizetés, de ezt kijátszva, különböző elsősorban prémiumokkal megtoldva 39 millió forintig szaladtak a kifizetések, és akkor erre jönnek még ugye a munkaadói járulékok, tehát elképesztő összegekről beszélünk. Ez ugye még az előző fideszes cégvezető és az ő korszakuknak a bűne, de ezt örökölve az új rendszerben is ezt vezették be, és folyamatosan ezeket el a prémiumokkal. A hivatalosan 750 ezer forintos fizetés gyakorlatilag minimum megduplázzák, de ebben az esetben láthatjuk, hogy több mint meg négyszerezik. De hogyan kötődik ez a fideszes vezetéshez? Tehát ugye most DK-s vezetésű a kerület, tehát hogy ez a rendszer. Hát ez egy ciklusokon átívelő, ez ugye ez az előző fideszes cégvezetőről van szó, aki végkielégítést is kapott, és hát azért hozzáteszem, hogy az előző ciklusban is egyhangon szavazták meg ezeket a különböző prémiumokat, a kiskapukat, ellenszavazat nélkül láthatjuk, és hát ez a cégvezető például láthatjuk, hogy felvesz még elsősorban prémiumként, de természetbeni juttatásként szépkártya, iskolakezdési támogatás, végkielégítés címén, sőt szabadságmegváltásként sem szégyel több millió forintot kifizettetni magának, miközben önmaga főnöke az, aki megállapítja, hogy ő tulajdonképpen sohasem volt szabadságon. Hát úgy nem volt szabadságon, hogy álláshalmozóként önmagával is szerződött még egy projektvezetésre is több százezer forintos fizetését, úgy, hogyha későbbi felmondás esetén szerződésbontás történne, akkor is ki kell fizetni a több mint 10 milliós megbízási díjat. Tehát ez egy törvényesített és egyébként ciklusokon átívelő korrupció, amit a Mi Hazánk mozgalom szeretne megváltoztatni. Az átláthatóság jegyében is, hiszen hogyha a képviselőtestületi határozat arról szólt,
hogy valakinek 750 ezer forint a fizetése, akkor ne játsszák azt ki rendszer szinten, általában prémiumokkal, hogy különböző alapfeladatokért prémiumot adnak, már nem annyira átláthatóan. Alelnök, mi a helyzet most az önkormányzatnál? Tehát ott is kifizetnek prémiumokat, ugye itt a DK-s vezetés. Igen, hát az új vezetésnél sem változott ez valóban. Az egyik prémium feladat például, ugye ezt mindig meg kell határozni, hogy mi az, amiért ha elér majd év végére, akkor ezért prémium cél jár. Az egyik ilyen prémium feladat például az új cégvezetőnek, mert hogy mindegyiket leváltották ugye csuklóból, az egyik új cégvezető feladata, prémium célja az volt, már 2019 utolsó hónapjára is, arra az egy hónapra is képesek voltak éves prémium célt meghatározni 2019-ben, hogy a cégvezetés átvétele. Tehát ha ezt a hatalmas prémium feladatot ellátja, ami azt gondolom nyilvánvalóan alapfeladat, az első egy-két nap alatt meg kell csinálni azt, hogyha már ő az új cégvezető, akkor ezt átveszi, de ő ezért még prémium célt is kitűzött. De említhetném, hogy igazságosak legyünk az előző fideszes vezetésből, az eddig kiszivárgott legnagyobb korrupciós ügy, ugye a kis helyi hajó Habony Árpád, aki a Las Vegas-i és hasonló útjaira 25 millió forintot költött el informatikai cégvezetőként. Ő például prémium feladatként milliós tételekkel díjazva azt tűzte ki, hogy egy új céges autót vesz magának. Tehát ha ez sikerül elérnie, akkor ezért is járjon neki még plusz prémium. Tehát ennek a rendszernek kellene szerintem véget vetni. De összevethető ez mondjuk az, ami most zajlik? Tehát ő fokozódott, hiszen a DK-s vezetés alatt? Igen, ez egy jó kérdés, hogy a tendenciát hogyan látjuk. Alapvetően fokozódott, hiszen a belső átvilágítás ellenére, ami 10 millió forintért végzett egy külső cég, és amely azt állapította meg, hogy már eddig is sok párhuzamosságot és túl sok önkormányzati céget örökölt az önkormányzat, DK-s vezetése a Fidesztől, ha így mondhatjuk. Ezt a DK-s polgármester ezt tovább fokozta, az eddigi 10 céget most már tucatnyira növelte, a veszélyhelyzetben kapott többletjogokkal. Én azt mondom, hogy visszaélve minket, képviselőket sem kérdezve meg, velünk való egyeztetés nélkül hozott létre parkolási maffiát bővítő új céget, médiavállalkozást is alapított, ezeknek a vezetőit is pályáztatás nélkül, minket képviselőket sem kérdezve meg döntött, és itt ugyanígy folynak ezek a prémium kifizetések, tehát ez szerintem elfogadhatatlan. Én a hétvégén döbbenten olvastam, hogy letiltották a Facebook oldalt, vagy korlátozták, hogy is van ez, tehát a szólásszabadság egyében gondolom. Hát valóban a választásokat eldöntő Facebook cenzúra gépezete ismét lecsapott a Mi Hazánk mozgalomra. Immár az én mintegy 140 ezer követővel rendelkező Magyarországon a hatodik legnagyobb politikusi oldalnak minősülő Facebook oldalamat tiltotta le a felhasználók idővonaláról, tehát meglehetősen sunyi eljárásban természetesen értesítés nélkül. Lehet, hogy észre sem veszed, ugye, hogyha ha nem figyelmeztetnek, hogy nem érnek, nem látják a híreket, akkor észre sem veszed. Így van, sőt, tehát a felhasználók azok, akik leginkább ezt észre sem veszik, ők azt gondolják, hogy egy kiegyensúlyozott tájékoztatást kapnak a saját döntéseik szerint válogatva össze a hírforrásokat, ehhez képest valójában egy baloldali érdekek szerint manipulált hírvonalat kapnak a saját oldalukon, azáltal, hogy az oldalam hivatalosan ugye nincs törölve, de csak az látja, aki felmegy a kifejezetten a facebook.com/Novák Előd oldalra, de a felhasználók hírvonalán ezt nem láthatjuk. És ez sajnos rendszeres, ezek a korlátozások, mindenki valamilyen szinten találkozik ezzel. Persze az ilyen szintű korlátozás az szinte példátlan, hogy egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra, az addig minden nap minimum több tízezres elérésű, nézettségű bejegyzések gyakorlatilag a nullára csökkenek, hiszen senkinek az idővonalán, hírvonalán nem jelenik meg, és éppen ezért elképesztő az, hogy korábban ugye kezdődött ez talán a legolvasottabb jobboldali hírportál a kuruc.info oldalának törlésével, majd már oda jutottunk, hogy cikkeit sem lehet megosztani, le sem lehet írni ezt a kifejezést, hogy kuruc.info, ez már mechanikusan tiltott. Most a pestisrácok.hu-nak is egyébként korlátozták az elérését, ugye nemzeti oldal politikusait, a te esetedben Varga Judit igazságügyminisztert pár nappal ezelőtt, hogy egyébként ezzel kapcsolatban nekem kérdésem, hogy vajon itt 2022-re nézve mennyire érdemes, mert ez egy tendencia, tehát hogy Cukorhegyiék, hogy nem mondjam ki a nevét, jól látható, láttuk Amerikában is láttuk. Igen. Mennyire jó benne maradni ebbe a Facebookba? Nem kellene egy másik platformot létrehozni? Nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e. Mindenképp kellene, nyilvánvalóan azért ezek a multinacionális tech cégek túlhatalmában
problémával foglalkozni kellene. Önmagában az, hogy valahova máshova menjünk, azért ez nem olyan egyszerű. Tehát, és azt gondolom, hogy nem is elfogadható az, hogy bármit megtehet egy ilyen multinacionális cég a túlhatalmával, monopól helyzetével tulajdonképpen visszaélve. Kormányzati feladat is lenne beavatkozni, hiszen valóban nagyon sokakat korlátoznak. Még ha ilyen mondjuk nem is fordult elő, hogy egy politikust, ez még mondjuk velem sem történt meg, Toroszkai Lászlóval azonban igen, hogy olyan szinten letiltanak a Facebookról, hogy magát az oldalát is törlik, sőt a nevének leírásáért is már büntetés jár. Tehát ez, és végül ugye a Mi Hazánk Mozgalom oldalát is törölték ugye néhány hete, tehát ilyen elképesztő korlátozások miatt szerintem lépni kell, és nem fogadható el szerintem az, hogy ez magántulajdon, hiszen képzeljük el, hogyha mondjuk egy szórakozóhely tulajdonosa írná ki azt, hogy cigányoknak belépni tilos, mondván, hát így szerintem biztonságosabb a hely, egyébként is igény volna rá, hát lehetne érveket hozni rá, de hát ezt, ha ezt megtenné, hát képzeljük az egyenlő bánásmód hatóságot, de hát még talán az ENSZ biztonsági tanácsát is összehívnák egy ilyen esetben. Tehát azért, hogy valaki egy magántulajdonában lévő, vállalkozásában lévő helyre nem enged be valakit, vagy onnan önkényes módon kitilt, erre azért nincsen jogalapja, ezért kellene kormányzati szinten szabályozni a Facebooknak a túlhatalmát. A messzünk egy kicsit visszatérve Új-Budához, bár nem teljesen, mert azért a szálak messzire vezetnek, itt van Ceglédi Csaba, aki egy jogerősen, tehát elítélt bűnöző gyakorlatilag, és itt felszólította a Mi Hazánk is László Imré DK-s polgármestert, hogy szakítsa meg a munkakapcsolatot Ceglédi Csabával. Egyrészt kérdésem, hogy megtörtént ez a megszakítás, illetve ha nem, akkor milyen feladatokat végez Ceglédi Csaba a DK-s vezetésű Új-Budának, és mennyi pénzt kap ezért? Igen, hát jogos a kérdés, ugyanis ráadásul már 2010 előtt jogerősen elítélték, úgyhogy ha a jelenlegi kormányzatra mutogatnának, nem erről van szó, egy igazi vérbeli politikus bűnözőről van szó, hogyha beszéltünk Lakos Imréről, akkor beszéltünk Ceglédi Csabáról is, ő is egy elítélt politikus bűnöző, akinek semmi köze a főváros legnépesebb kerületéhez, sőt Budapesthez sem, ennek ellenére itt kapja a különböző DK-s önkormányzatoktól többtől is a sok milliós megbízatását, 1,4 millió forintot kap önmagában a 11. kerület önkormányzat, tehát havonta természetesen. Ez most januárban fogja elérni, most már kifizetés szintjén a 20 millió forintot. Mit csinál ő ezért? Ezzel a sok pénzzel? Hát az jó kérdés. Mit csinál ezért a pénzért? Jó, hogy feladatért. Hát ebben nem nagyon lehetett betekinteni. Egy éve küzdöttem ezért. Végül nagy nehezen egy ilyen havi két oldalnyi teljesítési igazolást mutattak. Abba azt láttam, hogy például olyan tanácsokat ad, hogy hogyan lehet egy képviselőtől megtagadni az iratbetekintés jogát, milyen jogi érveléssel lehet próbálkozni ezzel. Én szerintem elfogadhatatlan ez, és ráadásul eddig a polgármester úr ugye azzal védekezett, hogy hát az ügyvédi kamara nem függesztette fel az ügyvéd jogát, kamarai tagságát, és hát épp ezért olyan komoly ügy nem lehet, hát most már ez is megtörtént. Tehát amivel eddig védekezett, és ennek ellenére is sajnos, tehát szerkesztő úr kérdésére válasz, hogy folytathatja, sajnos igen, mert szavakban tiltakozott a Momentum, aztán a Jobbik, az LMP is, hogy hát ez tényleg vállalhatatlan számukra, de amikor előterjesztést nyújtottam be a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként helyben, akkor már azt nem támogatták. Tehát a szavak és a tettek között óriási különbség van. Képviselő, segíts már nekem és a nézőknek. A kormányzat mindent megvon, elveszi a súlyadót, most az iparűzési adót. Honnan van pénz akkor ezekre a feladatokra? Állítólag semmire nincs. Honnan sikerült nekik mégis maguknak jutalmat adni, elővarázsolni pénzeket? Tehát én nem értem. Tehát ez számomra egy olyan ellentét, amit nem tudok feloldani matematikailag. Hát jogos a kérdés, nem. Új-Budai gazdag kerület, és úgy tűnik, hogy önmagukra mindig van pénz. Ugye rekordszámú alpolgármestert választottak, megduplázták az alpolgármesterek számát. A törvényi maximumban határozták meg a polgármester és az alpolgármesterek fizetését is. Megduplázták a bizottságokat, és azzal együtt a tisztségviselői helyeket, a tanácsnokok számát is ugyanilyen arányban növelték. Sajnos egyedüli képviselőként szavaztam egyébként ez ellen az alakuló ülésen már, de úgy tűnik, hogy a klientúra bővítésre van pénz valóban. Ellenben, hogyha a válsághelyzet miatt, a járványhelyzet miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, akkor inkább adóemeléssel, sőt, a törvényi maximumban próbálták meghatározni az építmény és a telekadót. Most a parkolási díjakat és az éves parkolási díjat is sokszorosára emelik, 6-szorosára vagy 12-szeresére egészen konkrétan az Új-Budán lakók számára az éves parkolási díjat. Tehát elképesztő adóemeléseket látunk, és magukon pedig nem képesek korlátozásokat, megszorításokat gyakorolni. Novák Erődnek köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm.